Itt pedig látható a kétfajta citerám. Az egyik az alföldi vájú citera, másik pedig az alföldi csikófejes citera. Tulajdonképpen majdnem olyan, mint a dunántúli hasas, csak ez szögletes anyagból van ugye megfaragva. Na most, kettőnek a hangja közt ugye lényeges különbség van, a ugrozása közt is, és a hangolása csak annyiban tér el, hogy nincsenek még külön kisfejek, hanem itt egybe van egy nagy fej. Ugye úgy néz ki ennél, ezt ugye látjuk még, ugye régen házilag megcsinálták, azért vannak itt ezek a kis lukak, mert újra raktam neki. Nem hiába volt olyan rossz hangja régen, hát. Úgyhogy most már szerintem mindenki érti, úgyhogy nem kell annyit okoskodni. Igen. G-be vannak. Aztán G, C, G, C, és C. Úgy van meg a tiszta párt, és itt van az oktávja a G-nek. És akkor ennek ilyen üresen a hangja. Aztán itt van ez a citera, a csikófejes. Ugyanez az alja, ugyanez. G, vagy hát majdnem ugyanez. G, aztán ez a három húr is G, utána oktávja, utána megint három húr G-re, utána C-re, mert tiszta kvárt, C-re is tiszta kvárt, arra a tiszta kvártra, megint egy tiszta kvárt. És így áll össze a hangja. Szerintem szép hangja van mind a kettőnek, és hát ugye jobban ezt a férfiak jobban használták, meg hát ugye ennek mélyebb az alaphangja. Ugyanúgy vannak hangolva, mondom, más a húrozás, és az már sokat jelent.